Mintegy 100 millió forintból szervezik idén is a Vidor Fesztivált. Megújult a rendezvény arculata, és bővítették a helyszínek számát is. A megyeszékhelyen kívül 20 további településen is várják a látogatókat a 16. Vidor Fesztiválra. Új helyszín, 300 program, számtalan koncert és előadás várja a látogatókat a Vidor Fesztiválon augusztus 25-től. A rendezvény évek óta Nyíregyháza és a megye egyik legkedveltebb programja. Becslések szerint tavaly volt olyan koncert, amelyre 10-12 ezeren is érkeztek, de hétköznapokon is 2-3 ezres a nézőszám a Vidor Fesztivál hetén. Idén újításokkal is készült a színház. A legnagyobb változás, hogy a Kossuth téren nem egy, hanem két színpad lesz felállítva. Az elmúlt 4-5 évben már egy új helyszínen szokhatták meg a nagy színpadot a fesztiválra látogatók, viszont éreztük azt, hogy még tovább lehetne ezt a belvárosi koncertérzést erősíteni, ezért azt gondoltam, hogy miért ne állítanánk fel arra a helyszínre, ahol 9-10 éven keresztül már jól működött egy színpad. Úgyhogy két színpad lesz a Kossuth téren, a jól megszokott helyen a Szökőkút mellett lesz a nagy színpad, és az úgynevezett kis színpad a régi pozíciójában a Kossuth szobor bal oldalán. Annyit kell tudni erről a kis színpadról, hogy itt minden nap 17:30 kezdődik el egy-egy világzenei koncert, ami 17:30-ig tart, és az első és második hétvégén is este 10 órától 11-ig egy puli zenekar lesz, hogy egy kicsit hangulódhasson mindenki a vidoros éjszakákra. Nagy színpadon nem lesz változás, ott ugyanúgy 7-től és 8:30-tól lesznek a koncertek. Ami még változás a tavalyévhez képest, hogy a korzó színpadon ehhez képest visszaállunk az egy hétvégére, tehát ott csak az első hétvégén lesz két-két koncert, az első mindkét napon kimondottan családoknak, gyerekeknek, a második pedig mindenkinek szól. A korzó színpadnál még annyi újdonság lesz, hogy a megszokott filmvetítés helyszíne átkerül a Vidor falu mellé, tehát gyakorlatilag a Vidor falu padjairól lehet majd nézni ezeket a filmeket. És a Hősök terét is bevontuk a színház programjai közé. A báb, illetve az utcaszínházi előadások a Hősök tere közepére kerültek, és az Országzászló téren is lesznek a mostani évtől programok. Ide utcazenészeket, mutatványosokat szerveztünk, úgyhogy én egy kicsit ezt gondoltam, hogy a városközpontot kibővítjük, és még inkább bevonunk új helyszíneket is ebbe a fesztivál hangulatba. Szintén újdonságnak számít majd az idei évtől induló Vidor terasz, ez a Kossuth szobor jobb oldalánál kialakított. Vidorkerthez hasonló új helyszín a koncert előtt, közben és után is látogatható majd. Idén is a 100 milliós költségvetés, ami rendelkezésre áll, már a tavalyi évben is ebből a pénzből sok új dolgot ki lehetett találni, és a mostani évben is úgy gondolom, hogy jó néhány olyan ötlet lesz, ami észrevehető és lényeges változása akár a tavalyi évhez képest is. Az idei Vidor Fesztivál megnyitója augusztus 25-én, hagyományok szerint a Kossuth téri nagy színpadon lesz.